A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képzőkarán működő művészettel az oktatásért kutató csoport szervezésében Szegeden is bemutatkozott a Csoda Ceruza magazin. Alapötlete 20 évvel ezelőtt egy olyan időszakban született, amikor egyetlen irodalmi lap vagy fórum sem foglalkozott gyermekirodalommal. Az eredetileg pedagógusoknak és szülőknek szóló kiadvány 2012 óta gyermekfolyóiratként működik. Talán az egyik, abban egyik dolog, amiben más, hogy nagyon régi, tehát ez most már egy 20 éves folyóirat. Persze vannak nagyon régi lapok ezen kívül is, de nem mindegyik él 20 évet, úgyhogy én úgy érzem, hogy ez az egyik különlegessége, hogy ilyen tartósan jelen tud lenni ez a magazin. Aztán a másik az, hogy külalakjában talán egyedüli olyan szempontból, hogy kortárs illusztrátorokat, művészeket foglalkoztatunk, és így az arculata nagyon igényes, nagyon dizájnos, és ez egy fontos szempont számunkra, hogy a gyerekekhez ne akármilyen vizualitású anyag jusson el, hanem egy tényleg átgondolt, nekik szerkesztett folyóirat. Az Alkalmazott Pedagógiai Intézet óvodapedagógus képző tanszékének támogatásával megvalósuló Kész Csoda című rendezvényt dr. Fizel Natasa, az intézet vezetője nyitotta meg. Viszont ami engem is a legjobban megrepedett ebben is, amiben szerintem nagyon egyedülálló és előremutató ez a kezdeményezés, tudom, hogy már nem új, de ez a lap, hogy szinte meglepődik az ember, hogy gyerekeknek ilyen igényes lap. A beszélgetésben, melyet Magonyné dr. Habil Varga Emőke vezetett, Sándor Csilla a magazin főszerkesztője mellett részt vett Havlikné Rácz Andrea, a szegedi Vedres utcai óvoda vezetője is, akinek ovisai szívmelengető műsort mutattak be. Sándor Csilla a Csoda Ceruza és a Magyar Gyermekirodalmi Intézet alapítója. Számos projektben vett részt, melynek célja a minőségi gyermekkönyvek és illusztrációk népszerűsítése. A Csoda Ceruza magazin alapításáért Arany Alma díjat, illetve az IBI magyar szekciójának az év gyermekkönyve díjat vehette át. A Csoda Ceruza fölismerte azt, hogy nincs olyan folyóirat, ami a gyerekkönyvekről szólna, és szerettük volna egy kicsit motiválni az alkotókat, hogy jöjjenek létre színvonalas gyerekkönyvek. És akkor elsősorban felnőtteknek szólt a lap, pedagógusoknak, szülőknek, könyvtárosoknak. Ez 2012-ig így jelent meg ez a folyóirat, felnőtteknek szóló cikkekkel, kritikákkal, illusztrátorokat mutattunk be. Tehát egyfajta hiányt fedeztünk fel, illetve szerettük volna egy kicsit pezsgésbe hozni a piacot, hiszen láttuk a külföldi gyerekkönyvvásárokon, hogy a nyugati országokban máshol tart a gyerekirodalom, mint itthon nálunk, és gondoltuk, hogy ez a jövő, és erre segítsünk rá egy ilyen tájékoztató folyóirattal. A nyomtatott kiadvány mellett számos interaktív program is kapcsolódik az olvasás népszerűsítéshez. Ilyen például a Szerkesszük Együtt a Csoda Ceruzát program, melynek keretében a gyerekek maguk is részt vehetnek az újság készítésben. Ez egy kitalált programunk, hogy a gyerekeket bevonjuk az alkotásba, hiszen bármennyire kicsik, lehetnek akár óvisok is, már elképzelik furcsa módon, hogy egy újság az nem csak előállítódik valahol, hanem ezt írják írónénik, illusztrátor bácsik. Tehát a gyerekek fejében ott van, hogy ezt valaki készítik, és hát így hamar át tudják venni ezt a szerepet ilyen helyzetekben. És akkor persze az óvisok még nem írnak, ők inkább rajzolnak, amikor szerkesztünk folyóiratot, de nagyon jól ki tudják találni, hogyha a játékot kell készíteni, vagy akár egy receptleírásnál nagyon jól tudják használni azokat a rajzokat, amikben ők akár egy folyamatot le tudnak képezni. Tehát persze előre készülünk, hogy a gyerekeket ne csak egy üres papír elé ültessük, hanem valamennyire végig gondoljuk, meg segítjük őket, de a végén nagyon klassz tartalmak jönnek létre, és ez nagyon hálás feladat.
A Csoda Ceruza magazin jelenleg a nagyobb városokban ismertebb, mivel azokban több helyen is megvásárolható. Kisebb településeken inkább a könyvtárakban található meg. A legtöbb előfizetői igény vidékről, illetve a határon túlról érkezik. Most egy nagyon jó periódusában van az újság, mert nyertünk pályázaton, és végre tudunk olyan igazi alkotó munkát kínálni az illusztrátorainknak, amit eddig nem tudtunk megtenni pályázatok nélkül. És most tulajdonképpen minden hétvégén van egy workshop a szerkesztőségünkben, ahová illusztrátorok jönnek el írókkal, és közösen találjuk ki ezt a tartalmat, ami nagyon izgalmas dolog. Tehát ahogy ott születik a szemünk láttára egy ötlet, kitaláljuk, hogy mi való gyerekeknek, vagy mit szeretnénk ebben a labban látni, és egy nagyon izgalmas folyamat, amikor a nyomdából is kijön a végeredmény, mint ahogy ugye pont most már hoztam ide is, tehát látni lehet, hogy amit kitaláltunk, az papíron működik, és nagyon, nagyon élveztük készíteni. A pályázatoknak köszönhetően a magazin új rovatokat alakít ki. A rovatokon különböző partnerekkel dolgoznak együtt, ilyen például a Hagyományok Háza, vagy a Vadonlesők, akikkel egy kis állatokkal és környezetvédelemmel kapcsolatos rovatot szerkesztenek. Az újságban a képzőművészet is helyet kap, a gyerekek minden számban új festménnyel ismerkedhetnek meg.